A Tamási Tolna vármegyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégium igazgatója Furján Katalin Anett mutatta be az intézményüket és azt, hogy mivel készültek az érdeklődők számára. Nagy megtiszteltetés, hogy most mi vagyunk az első helyszín. Mi is kihoztuk a teljes kínálatunkat, képzési kínálatunkat. Az építőiparosaink által vályogtéglakészítésben vehetnek részt az érdeklődők, ide kilátogató pályaválasztás előtt állók. Ezen kívül a gépészet ágazat virtuális hegesztő szimulátora segítségével a hegesztési alapeljárásokba tekinthetnek be a kilátogató érdeklődők. A turizmus vendéglátás ágazat jóvoltából kevert italokat, alkoholmentes kevert italokat készíthetnek a vendégek. A kereskedelem ágazat betekintést nyújtott a pénztárgép kezelés rejtelmeibe, valamint a 3D nyomtatót is kihelyezték. Pályorientáció támogató programokkal várták a diákokat és szülőket egyaránt. Élőben meg lehet próbálni a szakmákat, hasznos információkhoz lehet jutni, tényleg élesben ki lehet próbálni egy-egy szakmát, és akkor el tudja dönteni, vagy össze tudja hasonlítani a diák, hogy milyen lehetőségei vannak. Mi szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben mekkora potenciál van, hogy mennyire nagy lehetőségeket biztosít a jelenlegi diákok számára a szakképzés. Beszélhetünk itt a szakképzésben elérhető ösztöndíj programról, illetve a duális képzés lehetőségeiről, amikor az éles körülmények között szakavatott szakemberektől kaphatják meg és tanulhatják meg a szakma csinyát, bínyát. A technikumban jelentkezők lehetőséget kapnak arra, hogy szakirányú felsőoktatásban tudjanak részt venni a jövőben. Mi azt gondoljuk, hogy a szakképzésnek nagy jövője van, ebben van a diákok jövője, és mi szeretnénk ezt megmutatni ezeken a roadshow-kon. Egyébként én azt javaslom mindenki számára, hogy az iskolák, illetve a centrum honlapját, illetve Facebookját kövessék, mert ott rengeteg részletet és hasznos információt tudhatnak még, meg egyébként pedig szeretettel várunk mindenkit a roadshow helyszíneken. Igazából mindenkit várunk, mert nem csak 9. évfolyamosoknak, hanem adott esetben azoknak a gimnazistáknak is, vagy középiskolai végzetteknek is tudunk javasolni, mutatni szakmákat, amiket már a meglévő papírjaikkal rövidebb idő alatt is el tudnak végezni. Természetesen nem csak a pályaválasztás előtt álló diákokat várjuk, hanem akár 5. osztálytól, hogy most megszagolhassa, megnézhesse, hogy miről szól a szakma, esetleg nagyon nehéz dönteni, itt próbálunk nekik segítséget nyújtani. Rengeteg embert értünk el, az egyéb pályorientációs napjainkon, az iskolák nyitott napjain, illetve a családi napunkon is rengeteg érdeklődő van. Mi azt gondoljuk, hogy ezek azok a fórumok, ahol a diák életszerű képet kaphat arról, hogy működik egy iskola, hogy működik a szakképzésünk. Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, hiszen számos információval szolgálnak a továbbtanulóknak. Igazából nekem a cukrász, de nagyon jók. Nekem tetszik ez a program, szerintem még több is lehetne ilyen, mert nekem ez nagyon tetszik. Szeretném még több szakmát megismerni, meg így kíváncsiak vagyunk, hogy másik iskolák mit tudnak. Mindenképpen technikumba szeretnék, és valami gazdasági kereskedelem.